Sziasztok, üdvözlök mindenkit Venesz Olaszországból. Nem, nem, vagyok benne biztos, hogy magyarul, hogy mondják Venesz. Van? Na mindegy. Um, szóval ígértem, hogy csinálok három videót hetente, minden hétfő, szerda és pénteken. Úgyhogy ebből lesz sok olyan, ami régebbi felvétel. Nem, nem vagyok itt most éppen Olaszországban. Ezek a felvételek 2019 Év végéből, úgyhogy egy kicsit ködös az idő, és kicsit hideg van, úgyhogy látni fogjátok embereket, hogy kabátba járnak. Nincsen nagyon sok turista most. Szóval gondoltam, összedobok ezeket a felvételeket, amit még soha nem tettem ki, és közben átmegyünk megnézzünk olyan helyeket, ahova általában a kamerások, a tévé, kamerások a műsorokból. Én utazó nem mennek, úgyhogy látni fogunk olyan ö, kisebb helyeket, amit lehet, hogy még soha nem láttál a tévében. Ha már jártál itt, akkor nagyon jó. Ö, közben el is fogok mondani pár érdekes ö, tudnivalót Veneszről. Lehet, hogy már tudtad ezeket, de lehet, hogy valamelyik kicsit, ö, kis érdekes új információ lesz számodra. Szóval így beérünk hajóval a városba. És ezt a várost úgy hívják, hogy a szigetek városa. Itt van 118 sziget pontosan, és a hidairól nagyon ismer, is, ismert lett a város, mert van 417 híd ebben a városban, ezekből 72 privát, ahova a turisták persze nem mehetnek. Ezen a részen sok szuvenír dolog van, amit nem ajánlom megvenni, mert 4-6-7 drágább, mint bejebb a városban. Ezek inkább azoknak a turisták vannak, akik idejöttek, és el, el elbambultak a várostól, és elfejtettek venni szuvenírt, úgyhogy uh, itt van ilyen utolsó alkalom nekik, hogy vegyenek kis szuvenírt. Itt láthatunk egy nagyon jó kis hidat, és uh, hát igen elég uh, elég ködös van még De ez szép város nagyon szép város nagyon régi is körülbelül 350 gondola van és 400 gondolier ami azok akik uh, vezetik ezeket a gondolákat ebből egy nő van csak egy nő neki az apja volt egy gondola Vezető, az, aki gondolat viszi. És ö, ők ezek ö, ők általában nagyon jól keresnek. És itt lesz az egyik leghíresebb, az egyik híres híd. Az a neve, hogy Palazzo Ducale. Általában minden turista, grupok innen át szoktak menni, és megnézni ezt a helyet. A gondolák átlagosan 11 méret hosszúak és körülbelül 600 kilót tudnak vinni. Ó, uh, ami elég sok. Hát egy pár, pár ember. Ó, <laughs> um, oh, itt vagyunk a Square-be, a Piazza San Marco-ba, ami nagyon, nagyon híres turistahely. Az a torony. Lerobbant egyszer, és utána újra építették. Itt van egy kis aranyos szuvenír hely, elég sok minden található. 1608-ban eldöntötték, hogy csak a farsang idején szabadott maszkot viselni. Azoknak, akik megtörték ezeket a szigorú törvényeket, ők megbüntették ők kaptak két év börtönbe. Tudósok azt mondják, hogy ez a város minden évben egy vagy két milliméter süllyed. Évente. <laughs> ami, ami elég elég szomorú. Aztán ideérünk mindjárt a bazilikához. A St. Mark Bazilika angolul, ha látod, úgy van felírva. Bazilika di San Marco. Hatalmas. Olyan sok minden kicsi, apró részletek vannak, amit lehet megnézni. Nem tudom, biztos meg lehet nézni google hogy mennyi ideig tartott ezt felépíteni, de gondolj bele, ezt valaki építette, kézzel csinálták, szobrokat, minden kis, kis apróságot hihetetlen. És olyan sok üveg van itt, nézzétek, mindenhol üvegek. És ez még nem is minden. Mindjárt érkezünk egy olyan helyhez, ahol nézzétek meg, mennyi ablak. Gondoljátok be, ez mosni. <laughs> Állandó mosni. Sok munka lehet. Uh, itt nyílt a világ első nyilvános kaszinója 1638-ban, és uh, itt több mint 450 paloták vannak. Ja. Wow, nézzétek, mennyi tégla kellett, hogy ezt felépíteni. Ja. Um, szóval az elmúlt 50 évben 120 ezerből 60 ezerre csökkent a a lakosságok, akik itt laknak, itt, itt, születtek és itt laknak. Ez a szám állandóan lemegy, és azt mondják, hogy állítólag 2030-ig ez lesz csak turista város, hogy nem fognak itt maradni az emberek. Amit meg is értem, mert minél több turista jön, annál drágább lesz a város. Ugyanúgy, mint Budapesten, ahol én laktam, visszamentem arra a helyre, ahol laktam tíz év múlva, és majdnem mindenki, aki ott lakott, elköltözött abból a helyből. Opera mellett, meg a Váci utcán. Mert vagy nem tudtak kifizetni. Ugye a nő az ára a lakbérletnek, a lakásoknak. Nem tudtak vagy kifizetni, vagy elegük lett a turistákból. Viszont sokan azért is költöznek el, mert a város süllyed. 2008-ban hamis temet temetést tartottak az ottani lakók, és három gondolában vittek üres koporsót. Ezzel tiltakoztak a város lakosságának csökkenése ellen. Azóta viszont semmi nem változott, csak még lejjebb ment a száma a lakosoknak. Ja. Elég szomorú de megérthető. Gyönyörű hely. Viszont nem, nem laknék itt. Főleg nem ezen a részen, mert gondolj bele, egy nap, egy olyan nap sincs, hogy nincs itt turista. Állandóan kell őket hallgatni, őket látni, és hát igazad bevalva sok szemét is terjesztődik. So, ahol sok ember van, ott sok szemét gyűlik. És képzeljétek el, itt gördeszkázni tilos, megbüntetnek azokat az embereket, akik elkapnak. Gördeszkázni. Nézz ott egy, egy kapu, egy ajtó, az a zöld. Az aja teljesen a víznél van. Egy tíz év múlva már be fog jönni náluk a víz, sajnos. Ja. Gyönyörű hely, de zajos. Nagyon zajos. Szóval, em, elég sok videón van ebből a városból, úgyhogy ebből lesz egy második rész. Ez az első rész, mert nem akartam egy egész órás videót feltenni. Inkább két külön, ilyen kb. 20 perces. Szója. Szóval, Nézzétek meg, ott egy kis ilyen terasz, balkon, és ott valaki lakik, és minden nap megállás nélkül itt az ablaka mellett sétálnak turisták. Mint most, mint most mi. <laughs> ott egy másik kapu, ott is már bement a víz, de lehetséges, hogy az a kapu egy hajóra. Lehet, hogy az ember, aki ott lakik, neki van egy hajója. Látjátok, ott te. a terasz nem is tud kint ülni békében. De milyen gyönyörű házak, milyen sok történelem van itt. Milyen sok dolgot láthattak ezek az utcák. Ezek is kis utca rész maszkos rész. Ott volt egy bolt, ahol árolják, itt egy bolt, ahol csinálják, és aztán utána, pont utána, a következő boltba megint árulják. Nem tudom, hogy ezeket a maszkokat lehetne koronavírus ellen, de vicces lenne. Mosógép! Kinek kell mosógép? kapu, meg sok kis bolt, de ki vásárol itt? Nézzétek meg, olyan sokszor megfogták ezt a kilincset, hogy az orra már eltűnt. Le van csiszolva. Nagyon vékony utca, de szerintem van vékonyabb. Aki klaustrofóbiás, annak nem valami kényelmes itt járni. mindenhol. mindenhol mindenhova, ahova nézel, van valami látnivaló. Itt egy kis ilyen, ott egy kis olyan szobor, más-más féle ablakok, szóval sok. sok mindent lehet itt nézni. ami elég érdekes. De nyáron sokkal szebb, amikor utoljára voltam itt, akkor nyár volt, és mondjuk akkor nem volt olyan sok turista, ez utoljára voltam itt kb. 2004-be talán, 2005 ez a rész nagyon hasonlít Spanyolországra, ott is sok helyen úgy van, hogy így házak körbe, és a közepén egy ilyen kis udvari hely, ahol emberek járnak. Amikor én voltam utoljára itt, akkor nyár volt, ez még az, akkor volt mielőtt Amerikába költöztem, és akkor még nem volt olyan sok turista. Minden olcsóbb volt, persze, és sokkal szebb. <laughs> ah, ott egy melltartó. Kinek mi kell? maszk vagy melltartó? <laughs> Aztán még több szuveníros dolgok. Szuvenírrel engem nem lehet csal csal csalni be. Engem csak a kajával. Ahova fogunk jutni nem sokára. Ne aggadjatok, meg is nézzük pár kaját. Gyönyörű hely. Nagyon tetszik, mikor van ott fent valami kis virág. És nézzétek, milyen tiszta a víz. Ilyen szép kék. Lehet látni annak a botnak a részét, ami a vízben van. Gyönyörű. Olyan, mint egy festményről ez a rész, nem? Hm. És másik oldal is elég jól néz ki. De nem tudom, emberek hogy csinálnak itt fényképeket, úgyhogy ne legyen benne semmi turista. Gyönyörű. És még a színe is milyen, milyen jól megmaradt a színe. Itt látok, elég sok ablak be van zárva. Nem tudom, hogy miért. Lehet, mert ott nem lakik senki. A többi ablak nyitva van. az a, az a falnak a része Elég uh, kihagyatott, mint a világ vége után ez a részek. Hmm. Nem tudom, hogy miért van bezárva. Um, mm -mm. Szóval elég szép. Kíváncsi vagyok, hányan voltatok már ebben a városban, és mit gondoltatok róla el is felejtettem, mit akartam mondani. Na mindegy, egy másik utcába befordultunk, és itt kezdődnek pár kis kajás dolgok. Ez egy bolt. Egy cukros bolt. És az az érdekes, hogy mindenki csinál róla a fényképet kívülről. Persze én is. Mi is csinálunk ezeket a képeket, de nézzétek bent. Üres. Egy ember sincs. Mindenki akar róla a fényképet, de senki nem akar megvenni. Miért? Ja, ahogy mondtam, engem bárhol be lehet csalogatni kajával. Hm. Itt a fagyi mellette, és itt szemben meg egy csoki, csokis hely, ahol ők csinálják a saját csokiukat, és eladják más-más formában. Van bombon vagy van csoki táblák, ami itt látható. Nagyon jól néz ki és mindegyik más ízű oh. de ez, ez ez nagyon turistáknak gondolom, akik bejáblapnak az ottani lakók ők nem innen vásárolnak ez egy pasta bolt mindenféle más színű tészták szószók, olívaolajak balsamic um, vinegar meg más ízű tészták, például van zöld spenót ízű tészta, vagy van tészta gombával, már benne van a tészába elkverve szállított gomba. Pár ruhás volt, ami. ahol senki nem vásárol. <laughs> Ez. Uh, inkább csak olyan kintről néznek, hogy néztek benne, minden üres. Sephora. Hol nincs? <laughs> mm, még egy kis utca, és itt már inkább uh, dolgok vannak. Szuvenír dolgok, ruhák, táskák, itt csinálnak bőr táskákat, és itt eladják. Uh, Kalapos sapkásbolt, sapkás uh, még egy férfi bolt, azt hiszem, férfi, női, női, oké, okay. női, kabátok, aztán több táska, uh egész voltáskával. hátha valaki vesz valamit és ebből az utcából ennyi kijövünk egy nagyobb utcára nézzétek milyen szép azok a balkon teraszok. hány éven ezelőtt épültek és mégis nem esnek le? ezt a helyet biztos felismerítitek Ponte di Rialto ez egy nagyon híres uh, híd, ami minden filmben benne van, és itt mellette egy kis étterem. A mai specialista, speciál menü mennyibe van, és kb. az ételek ilyen 25 euró, ami hát nem olyan drága, mint ahogy gondoltam. Gondoltam lenni ilyen 35 körül. Szóval igen, minden turista itt, tuti ide, bejön. Nézzétek, üres a bolt, egy ember sincs benne. De emberek vannak kint, csak uh, nem erre jönnek, inkább uh, fényképeket csinálnak mindenről. Um, ahogy most nézek körbe, embereknek nem nagyon van szatyor vagy zacskó a kezükben, szóval nem is nagyon vásárolnak. Hmm. Szóval, mit csinálnak ezek a turisták, csak nézzegetnek Ó, oh, nézzétek oda, mi van itt! Posta! Jött a posta! Szerencsére nem süllyedtek el, Gondolj bele. <laughs> nem jött a posta, mert hát elsüllyedt a gondola. Ez milyen gáz lenne? De igen, így, így, ó, oh, wow! Ez. Remélem nem így szállítják. Soha nem rendelnék postát itt. Ez becsúszhat a vízbe nagyon könnyen. Egy kis lökés, annyi neki. <laughs> szóval, uh, ja, majdnem végére érünk ennek a videónak. Um, a gondolát lehet bérelni. Um, nem tudom mennyibe kerül pontosan, de biztos nem lett túl drága. Szerintem ez készpénzzel kell fizetni. De viszont megéri legalább egyszer élményt megnézni. Most már kezd egy kicsit feljönni a nap, ilyen kb. reggel 10 van most, és már jobban látható, mint a videó elején. Ja. Amúgy itt Vegasba itt Amerikában Vegasban van egy ilyen kis rész, ami ez úgy néz ki, mint ez. Pizza, egy vegetáriánusoknak, egy garnélrákkal, és egy amerikaiaknak pepperonival. <laughs> Aztán itt lehet a turné venni, de, de ezt ajánlom inkább nekik a website-on megnézni, vagy websájton előre, előre megvenni, hogy tuti legyen hely neked, és hogy tuti tud, hogy kb. mennyi pénzt fogsz elkölteni, mikor jössz ide. Szóval, ennyire a kis videóra, remélem tetszett, ha igen, tudod ott lent, mit kell csinálni, és hamarosan jön a második rész. Kíváncsi vagyok, milyen várost a világban szeretnétek, hogy menjek megmutatni videón keresztül. Találkozunk a következő videóban!